Sziasztok! Ma folytatom a Total War Warhammer 3 Realm of Chaos kihívásos végigjátszásomat Kislevvel. És mit maradt abba ugye, hogy megtámadtam ezt a szlanesi sereget, ami ugye egy kicsit, hát ugye furcsán lépett az AI a két seregével, mert ugye az egyik a tengeren van, és a másik pedig ugye a szárazföldön ostromolja a várost. És igazából ugye a tengeren lévő sereg nem tud besegíteni a szárazföldön lévő seregnek, szóval... Ja, így igazából csak egy sereg van egy sereg ellen, és ezzel a sereggel simán le fogom győzni ugye ezt a sereget, amelyik ostromol. Rendben. Városőrség az ugye nagyon gyenge, mivel nemrég volt elfoglalva ez a város, és... Várjunk, ha jól látom, csak közelharci egységeik vannak, szóval ők fognak támadni minket. Oké, irány ide. Oké, a városi őrség az ugye előre golyófogó, mivel amúgy is rendkívül le vannak gyengülve. Várjunk. Igazából vissza, így. Buta az AI, vagy mi? Gondoltam, ugye egyből észreveszi az AI, hogy neki... Ó, nem is látja az egységeimet, azért áll egy helyben. Igen, ugye mindegyik... Nem, nem igaz, mert valójában látja az egységeimet, mert ez nincs elbújva. Na mindegy, ugye, ahogy elnézem, meg kell lőjem egy kicsit az ellenséget ahhoz, hogy meginduljanak. Ja igen, van ugye három csapat, Chosen of Slaanesh. Mondjuk lassan már csak két és fél csapat. Igen, már csak két és fél csapat. Rendben, ha minden igaz, megindulnak. Igazából arra számítottam, hogy egyből megindulnak, mert ugye tüzérségi előnyöm van, szóval... Ha úgy vesszük, nincs miért az AI-nak ugye állnia egy helyben. Gyerünk, macik! Hey, ezek miért mentek előre? Az igen, ezek a lovagok rendkívül gyorsan feladták a harcot. Ha minden igaz, ennyi volt, army losses. Make more!
Oké, még ugye a menekülőből kéne elkapni, és kb. Annyi. Néhány macit elveszítettem, de igazából kevés a veszteség. Oké, 2%-ot visszakapok. Unpaid laborers, ideal. Goya. Destroyed hearts of ice. Fetch my lash. Face my motherland never falters. Erről ennyit. Bow to me, Lord of all. Ah, Potion of Erő, az jó. És Gifts of Sullenness removed, király. Nagyon jó. Van Atamánom, amelyik szintet lépett, nem is egy, hanem több is. Extra Patria, vagyis erős, nem egy erősebb, ugye nagyobb szinttel tudom képezni a Patriarchot, vagy ugye a Frost Maiden. Legyen Frost Maiden. Itt ugye extra közrend igazából. Mert egy idő után amúgy nem lehet már technológiát fejleszteni, szóval nem kell ugye az a képesség, ugye, hogy gyorsabb technológia fejlesztés. Oké, Middenheimnak a városi őrsége az rendben van. Irány ide. Goya, it cements my power. Courage flows in our veins. Oké, okay, ugye Marienburg az nagyon jó város lesz. Remember your training. An extension of the ice court. Ugye ötös szintű kikötő. Annyi az egész, hogy a Creative Assembly megint gyengítette a kikötők bevételét. Marienburg, ha jól emlékszem, valami 2000 dénárt adott, ugye ötös szinten, már megint csak 800-at ad. Erengrádi kikötő szintén csak 800-at ad. Á, na mindegy. Oké, ezt majd fel kell vennem. Frostweaver. Várjunk, mennyi területe van ennek a Skaven klánnak, ugye, ami itt van? Egyetlen terület? Wow! És Rictusnak szintén. Jézus Mária! 23 területe van a Spitel klánnak. Mi a fenn? Nekik van a... Várjunk. Nekik van a legtöbb? Ne, nem lehet több, mint nekem. Ne, nekem van a legtöbb. Várjunk, mennyi van nekem? Nekem 75? Ó, igen, igen, igen. Nekem 26 provincián van, nekik 25 vagy 23 város. Igen, igen. Nekem 26 provincia. Oké. De azért az durva, hogy egy nem játszható frakciónak van 23 területe. Mondjuk azért, mert ugye a szövetségeseik Nurgle és Zincs is. Plusz ugye az Ecstatic Legion, ami ugye az azél. Ja, elég durva amúgy. bakker. Cut them down. Denied.
Ice Witch. The Blizz, a noble god. Kislev is not Gallus. Keeper of ice magic. It is Kislev's now. Ó, valójában ez nem volt izé. Nem volt az kévenek ki ez a terület. Vagy igen, csak ugye nem volt kiépítve a főépület. Nem, nem volt az övék. Mert csak 23 területük van a Spitel klánnak. Oké, okay, akkor így is jó. Demon Slayer! Boris Orsos! Valójában a Heavy Warsleds az igazából egy nagyon-nagyon jó egység. És lehet is, hogy fogok képezni egy ilyen sereget. Amiben Heavy Warsleds van. Vagy ugye van a Light Warsleds, az is igazából nagyon jó. Mind a kettő igazából nagyon jó. De még mindig a sima koszári jászok a legjobbak. Belakor. Patriarch of Kislev. Move, now. Stay healthy, Kislevites. Tsarina Catherine of Kislev. Annyi az egész ugye, hogy nagyon gyenge csapatokkal jönnek, szóval full martalóc az egész. Nekárinak is ugye mindössze van, mondjuk van három Chosen, meg ugye egy Keeper of Secrets, némi lovag, de egy csomó martalóc van ugye. Oké, viszlát. The shield of the old world. A Third Age-ben az AI sokkal jobb seregeket képez, mint Warhammer-ben. Mondjuk meg lehet, hogy az a martalóc sereg az egy ilyen sereg volt, amit csak úgy kapott az AI. Sőt, biztos, hogy az volt, mert ugye Slaanesnek van ez a képessége, a minden igaz, ami ugye azt csinálja, hogy megjelennek ugye ilyen martalóc seregek, de azok el is kezdik ugye veszíteni a katonákat minden körben, ugye szépen lassan úgymond lemorzsolódnak. No. Szóval, ha minden igaz, az volt ugye egy olyan sereg. Azért volt annyira legyengülve. Ja igen, Karak Kadrint kell ugye továbbfejlesztenem. Ó. Oh. Nem, meg kaptam egy új karaktert. Igen, itt van. I was trained for this. És kell adjak neki ugye egy Ataman Adminisztrátor. Így né. Ice Witch. Király. Szépen lassan, de ugye fejlődnek a városok. Hol a fenébe van azért a Blackwater Ataman? Vagy az még csak azt hiszem most volt kihelyezve és azért nincs itt. Igen. Következő körben ugye ki kell cseréljem erre a karakterre. 10%-kal több bevételt ad majd. Oké, kivel nem léptem,
Catherine ugye, persze. Ja igen, még le kéne győzni a Legion of Chaos frakció vezetőjét, aki... Okay, na ez például már egy jobb sereg. Ugye, Chaos harcosok, Halberdek, Bloodthirster, Minotaurus, okay. Ez jó. Igazából ezek az épületek már nem kellenek, amik ugye közrendet adnak. Vagyis közrend és lakosság növekedés. Harcra fel! Oké. Okay. Egész jó csatatér amúgy. Négy egység Warbear Riders ide, ugye a jobb szárnyra. Négy, vagy bal szárny, négy jobb szárny, és a többi pedig középre. Vagyis nem, mert ugye... A patriarkoknak gyógyítani kell őket. Macik! Oké, varázsoljunk egyet, és ha minden igaz, az ellenség megindul. Ám bár, várjunk, ha akarnak, ugye egy helyben állnak, az azt jelenti, hogy... mégsem állnak egy helyben. Csak megindulnak. Ugye jó lett volna, hogyha állnak egy helyben, mert akkor ugye több mágia pontot tudok szerezni. Bloodthirster. Oké, az ellenség megindul. Néhány egységgel. Valamiért itt egy kicsit leesik az FPS, te jó ég. Okay, most megyünk körbe néhány egységgel. Oké, az ellenséges Lord lesebesült. I am the
És ahogy elnézem, Army losses. Oké, jónak jó volt. Majdnem elveszítettem az egyik patriarkot. Oké. Az ellenséges halberdek, azok valójában nem tudtak valami jól teljesíteni, mert ugye mire az AI bevetette őket, addigra már igazából a seregnek annyi volt. Pedig ezek a halberdek rendkívül jól teljesítettek volna a medvék ellen. Oké. Ott van egy sereg. Igen, ugye ez is egy ilyen... Ha minden igaz, ugye ez egy ilyen megidézett sereg. Igen, igen. Ami ugye minden körben veszít életerőt, vagy ugye katonákat. Nincs újra töltődése. Így... egy idő után már semmi fenyegetést nem jelentenek. Victory by blade and frost. Rendben, Catherine irány erre. Kislev sails. El kéne foglalni ugye az Altar of the Crimson Harvest, utána pedig a Bay of Blades. Mert hát ugye lassan... a Legion of Chaos mindössze 9 területtel rendelkezik, szóval itt van ugye 1, 2, 3, 4, 5... meg még itt néhány, amit ugye nem látok, még ugye 4 terület. Hoja! Igen, ugye Belakor irány erre, és ez a sereg irány erre. Itt túl nagy a korrupció. Oké, abban a seregben igazából kéne egy patriark. Oké, azt hiszem, hogy van némi cuccom, amit egybe tudok rakni, ám bár előbb ennek a karakternek kéne ugye egy... Kislevite koszár, és egy servant, plusz egy adógyűjtő. Igen, és van valami mágikus tárgy, amiket egybe tudnék rakni, ugye? Várjunk, adjak ennek a karakternek is valami cuccokat. Mondjuk lehet, hogy még nem kéne, mert ha ugye jön egy ügynök és megöli például, akkor ugye elveszíteném a cuccokat, de szerintem nem fog az megtörténni. Nekem valahogy ez a Shield of Sacrifice egyáltalán nem tetszik, szóval ezeket egybe rakom. Wow, még egy Worm Spike. Az nagyon jó amúgy, jobb mint a Rimblade, szóval. Várjunk, ennek a Lordnak milyen cucca van? Obsidian Blade. Szerintem ez jobb. Igen, az szerintem jobb. Fate Eternal. Van ilyen, hogy Potion of Erő, ezeket egybe rakom.
Talisman of Endurance. Egybe rakom az obszidián amulettel, és... ez nagyon rossz. Nem volt a legjobb, na mindegy. Oké, okay, ez regenerálódást ad, az... jónak jó, azt megtartom. Ez igazából nem kell. Fenébe, obszidián amulett. Aha, az egyáltalán nem jó. Oké, okay, egyelőre csak ennyit tudok egybe rakni. Confession must first be observed. Goya. Oké, melyik sereggel kéne lépjek? Ezzel itt igazából egyelőre nem, csak miután ugye megérkezik Boris. Which of the ice? Ice. Ezzel a sereggel irány erre. On your feet, Kislevites. Boris Ursus himself. Ice witch. It aids my ice mastery. Sister of ice. Ah, oké, okay, amúgy ez ide már nem kell, ugye, amelyik extra városi őrséget ad, épület. I am Kostaten. Rendben, azt hiszem jöhet egy körváltás. Következő körben... ha innen ugye ezek nem mennek el, akkor én, ha ugye ez a Lord itt marad, megtámadom a Lordot, és besegít Valkia plusz a városi őrség, és szerintem ezekkel le is győzzük őket. Szóval igazából Kostaltin, ő inkább azt kéne csinálja, hogy a tengerről vegye fel ezeket a cuccokat. Közben meg ugye győz le ellenségeket, akik ugye az útjába kerülnek. Rendben, legyen egy körváltás. Oké, okay, ugye ha jól látom, akkor Zincs újabb sereget küld ellenem. És a Legion of the Gore Queen, vagyis Valkia the Bloody, ő nem igazán rendelkezik már, igazából nincsen semmije. Várjunk. Várjunk, ha jól látom, egyetlen területe maradt. Krakadrak és kb. Annyi. Ami ugye nagyon jó. Ez nagyon jó lenne ugye, hogyha lenne kivel kereskedni, de mivel nincs így, ez ugye haszontalan számomra. De 5% melejáták minden seregnek, az valójában nagyon jó. Igaz, hogy csak 5 körig tart. Honor your motherland, the snowbringer. Oké, okay, extra 8000 dénár. This was never in question. Kéne az épület, ami lakosság növekedést ad Marienburg provinciába. Goya. Never. Itt valahol kell legyen egy
Festus sereg valahol ott. Goya. Courage flows in our vein. Goya. Grow with endless vigor. Ó, várjunk! You have no power over me. Ó, tényleg, ezek itt tudja, hogy megtámadják a Frozen Landinget, aminek jó a városi őrsége, de ez a sereg... I will hunt you down. Igen, ugye ez a Zinc sereg, ez jóval erősebb, mint a Norskai sereg volt. Supreme Patriarch. Várjunk, csináljuk úgy, hogy felveszem ezt itt, és utána vissza ide. Ha egyáltalán van rá idő. Oké, az a Lord ott maradt, ami nagyon jó. Orson's disciple. Motherland needs men. Oké, ugye ezt az Atamant akkor ki kell szednem innen. Ez ugye a Blackwater provincia. My rule is serenity. Igazából Reichland az több bevételt ad. Oké, okay, amúgy van néhány atamánom, ami szintet lépett. Nem nagyon ad a játék ugye olyan képességet az atamánoknak, ami... ami ugye extra bevételt adna. My rule spread. Ah. 25%-kal nagyobb az esély, hogy kapok ugye mágikus tárgyat. Oké. Make haste, sail on. Ezek nem tudom mit akartak, de rendben. Á, mondjuk a serege kicsit meg van gyengülve. Ám bár egész addig még Catherine ugye a seregben van, addig igazából nincs gond. The Tsarina. Sail with utmost urgency. Na igen, ott van két sereg is. Amúgy azt hiszem kaptam némi cuccot, amit egybe tudok rakni. És lesz belőle valami jobb. Vagyis... nem, nincsen. Egyelőre nincs. The first demon prince. Take heed. God maker. Ah, hello. No, you cannot play with me. Ambar, ezek ugye veszítenek katonákat minden körben. Dezertálás miatt, vagy mi a fene? Hát igen, dezertálás miatt. Lol. A szlanesi sereg ugye dezertálódik. Várjunk, mennyi bevételen van Kislevben a piacból? 2774 Prague. 2448. Oké, az valójában nem rossz. Elegantly I go. Aha!
egy aranyfognak az egyik tábora. Amúgy Borisszal valójában legyőzném izét, Angrim Iron Fistet. Foglaltak egy területet. Ja igen, amúgy tényleg a Legion of... Legion of the Gore Queen. Igen, egyetlen terület. Rendben. Akkor... Igen, ezeket itt le tudom majd győzni. Betrayers! Betrayers all around! I decide Kislev's fate now. Na jó, legyen az, hogy megtámadom őket, és... Valkyának azt hiszem itt ér véget a játék. Igen, ugye decisive defeat, ambár én amondó vagyok, hogy meg lesz. Milyen a terep? Nem biztos amúgy. Oké. Van ugye 4 csapat strelci, szóval annyira nem néz ki rosszul a dolog. Oké, az erősítés az ott jön. Mi a fenének vannak itt ezek a fák? te jó ég, ez komoly. Ez komoly, hogy ide lehet rakni az egységeket? Nem, az nem lehet. Ám bár én megnézem, de... Az nagyon durva lesz. Ó, te jó ég, ide lehet menni. Lol. Na jó, van, irány ide. Hát igen, a terepelőny az ugye nagyon-nagyon sokat számít. Várjunk, azt a lordot meg kéne lőni az izével, inkább nem kell meglőni. Az ellenséges erősítés már itt van. Várjunk, amúgy ugye neki kéne támadni. Ó, te jó ég, ez így nagyon király amúgy. Oké, egy csapat íjászt be kell áldozzak, ugye, hogy elkezdjem lőni őket, hogy meginduljanak. Ó, nem igaz, mert megindulnak ők anélkül. Ez amúgy elképesztően jó terep amúgy. Nem gondoltam volna, hogy ilyet ad. Ajaj, ám bár rámegy a lordomra. Hagyjál békén! Na most mi van? Oké, hagyom ugye, hogy Valkia szórakozzon ezekkel az íjászokkal. Igazából ugye megint csak az, hogy a sereget kell megtörni, nem Valkiát.
Oké, van egy olyan érzésem, sokan meg fognak halni baráti tűz miatt. De igazából a veszteség nem olyan lényeges. Nyerünk, Strelcik! Ajjajjaj! Oké, okay, csapat íjászt előre. Oké, okay, annak a Lordnak vége. Lőjük a izét, a Summoners of Rage, ugye, Dragon Ogres. Ott az óriás, két-három lövés után végük, vagyis vége. Mert csak egyedül van. Oké, okay, beáldozok még egy íjász egységet. Valkia ugye elszórakozik az íjászokkal, mire én legyőzöm a seregét. Na várjunk, ez igazából nem is néz ki olyan jól. Bár meg lesz, csak nagy veszteséggel. Vagyis gondolom, hogy meg lesz. Oké, okay, kéne lőni most már Valkiát, ugye?
strategic position! Our it serves Kislev! Lend this power! Make war! Fist of Kislev! Kislev vengeance! March with pride! Purge them! Obey the Orthodoxy! Making it so! Oké, okay, az a sztráci egység kifogyott. Go with honor! Defenders of Kislev! Is that all they have? Obey the Orthodoxy! Oké, okay, valaki amúgy elég szépen sebződik. I'm duty, sir! For the motherland! The motherland's finest! Learn this power! Ó, valójában ezek a Chosen-ok jól nyomják, a fene vigye el őket. Oké, army losses. Ó, tökéletes, wow. Hát, ha nem lett volna ez a terep, lemészárolnak minket. Még így is ugye nem sokon múlt a dolog. Oké, okay, ugye elveszítettem 2, 4, 6, 8 egységet teljesen. Valaki a seregéből sokan megmaradtak. Work until you die. Hoya. I stand for Kislev. No other may weep. Oké, okay, Valiant Defeat, ami azt jelenti, hogy elég nagy esély van rá, hogy az AI ki fog támadni. I am Constantin. Heed me. I switch. I speak for Kislev. Ami ugye oké okay is lesz, hogyha kitámadnak, mert le fogjuk győzni a maradék katonájukat. Igen, ugye... be kéne törni ide. A gond az, hogy itt tudja, hogy Skavenek vannak, szóval nem várjunk. Álljunk csak meg egy szóra. Várjunk, mindenhol Skaven korrupció van? Nem, a zöld az, ami Skaven korrupció. Igen, igen. Akkor itt nem. Akkor itt mi van? Semmi. Itt ugye vampír korrupció van, akkor azt mondja a játék, hogy ott nincs semmi. Akkor hol a fedébe van amúgy a Spitter klánnak 23 területe? Á, ott. Amit látok, vagy ugye amiről egyelőre tudok, az ez. Szóval ott nincs. Rendben, ám bár ki tudja, hogy ott mennyi csapat van igazából. Bad.
Delacour. Do not stop. You'll incur my displeasure. Oké, ugye arra gondoltam, hogy lehet még egy körváltás igazából, és lássuk ugye, hogy mit lépnek a népek. Várjunk, még ugye néhány helyen lehet építkezni. Rendben. Ja igen, ezzel a sereggel szintén előre. És lehet menni erőltetett menettel, mivel nem hiszem, hogy... itt legyenek komolyabb seregek. Amúgy itt van ugye Tancred vára, ami alapból bretóniai terület, ha minden igaz. Szóval vannak bretóniaiak ugye, csak egyből meg szoktak semmisülni. Ezek szerint. Mondjuk az első 10 körváltáskor rendkívül sok frakció meg szokott semmisülni a játékban. Várjunk, itt is lehet építkezni. És ez igazából ide már nem kell ugye, amelyik extra városi őrséget ad. Na jó, lássuk ugye mit lépnek a népek. Slaanesh hadsereg terén nagyon gyenge hozzánk képest. Igazából mindenki az valójában. Mondjuk Zincs, ő még ugye viszonylag erős. Ó! Oh. Ah, oké, okay. Szerintem ha lejátszom a csatát, nem lesz nagy veszteségem. Annyi az egész, hogy igazából automatikáznék egyet, mert szeretnék ugye trétet szerezni ennek a karakternek is, ami ugye extra életerőt ad. Honor your motherland. They warrant the lowest station. Így ugye néhány egység elvesztése az igazából nem nagy gond. Lehet amúgy, hogy meg is kapta a trétet. Vagy nem. Oké, lássuk, mit lép ugye Valkia. Kitámad, vagy hagyja, hogy ostromoljam. Szerintem már kitámadott volna, hogyha ki akarna támadni. Igen, nem támadnak ki. Na mindegy. Oké, azok visszamennek, jó. Amúgy a legjobb az egészben ugye, hogy minden egyes kör után a védők ugye veszítenek katonákat, szóval is mi győzünk a végén. És kapott trétet a Dejo. Igen. Igen, erre számítottam. Hogy kap trétet. Szóval igen, ugye nagyon is megéri csatákat úgy megnyerni, hogy nagy a veszteséged. Mert igazából a body counter trait vagy ugye, ami utána jön. Van ugye a body counter, után ugye blood soaked és wades through gore, ami ugye 20% életerőt ad. I am the winter fights with us. Obey or face the blizzard. Never. Ooh. Storm summoner. The ice calls. Okay, valójában elér engem. Hm.
Na persze, azért veszélyes is automatikázni sokszor. Boris Ursus himself. Favored Infantry, vagy Favored Cavalry, vagy Favored Cavalry. Igazából mindegy, mert itt nem fogok képezni egységeket. I am truth. Row! Row! We fight and die in Orson's name! Supreme Patriarch! Voyard! Row with endless vigor. The bones. Motherland never falters. Voyard! Voyard! Courage flows in our veins. El akarom ugye veszíteni a bojárokat, amik igazából nem rendelkeznek valami jó képességgel. Oké, okay, még van néhány bojár, ami szintet lépett. De hol? Az extra lakosság növekedés az nagyon jó, de egy idő után már haszontalan, szóval... legyen ugye a Banisher. The first demon prince. Moving. This is not for you. Hoya. Replenish! Oké, ennek a karakternek kéne egy ilyen, és még egy Ataman adminisztrátor. Meg az. El kéne foglalni a Black Pit-et és a Lorelorni erdőt. Lord of all. Kislev's chosen. Extend my authority. Kéne próbálni egy rajtaütést, az a sereg amúgy lehet, hogy visszajön. Ó. None but Slaanesh may dominate me. Igen, ugye itt ott sokan vannak. I switch. Sail on. Move or hearts of ice. My lands extend further. Ó, várjunk, kaptam valami jó cuccot. Urson's Claw. Mondjuk a Rampage az nem valami jó. A 12% base weapon damage nem olyan sok, és can cause terror, szóval meg tudom rémíteni az ellenséget. Nem olyan jó, igazából. My decision is law. Destroy these fools. Hack them up. Okay, még mindig Valiant defeat. Ám bár szépen lassan, de le fognak morzsolódni. No.
Várjunk, igazából... Igen, ez itt egy jó sereg, amúgy Zincs valójában jó egységeket képez. Chosen, Chaos lovagok, Chariots, ugye, Chariots of Zincs, Exalted Flamers of Zincs és Soul Grinders. Oké, kéne egy karakter ide. Oké, van neki olyan, hogy Veteran Warrior. Oké, hadd jöjjenek ugye. A létszámmal simán elnyomjuk őket. Bride of the ice calls. Igazából ez ide már nem kell, ugye Hochland, Hochland provinciába, ugye ez a chapel. És igazából az sem kell már, Nordland. Oké. Extra lakosság növekedésre már nincs szükség ugye ebben a provinciában. És ez a városi őrség... Ne, nem kell többet. Aldorf, Aldorfban még maradhat ugye ez az épület, ami lakosság növekedést, sőt tovább is fejlesztem. Karak Ziflin. Egyelőre az maradhat. Kéne ez ugye növeli a bevételt a piacokból. Mondjuk ez nem kell. Ez még marad. Vagyis nem, nem marad. Ó, oh, wow, elfogyott a pénz. Hú, oké, az gáz. Az gáz. No higher. No other may wield it. Igen, ugye itt nagyon sokan lesznek hamarosan. You may touch me only in dreams. Ám bár meg lehet, hogy csak sima martalócokat képeznek, semmi komoly. Ja. Oké, okay, Catherine-nel. Tsarina Catherine of Kiss. Oké, okay, itt a városőrség nem olyan erős, de itt... Ajjajjaj. Ott van két sereg, bakker. Irány... ide. Kislev sails. They are one people. Ha, rendben. Az érdekes lesz, ha megtámadnak. A crude attempt to subjugate. Főleg, ha mind a két sereggel, ám bár, hogyha mind a két sereggel meg akarnak támadni, akkor ez a sereg erőltetett menetben lesz. Mistress of the Blizzard. Na jó, ám bár arra gondoltam, hogy körváltás, és... Igazából Kostaltinnal... rendben, visszaérek egy kör alatt, szó a fenébe. Utálom, mikor ezt csinálja a játék, ugye, hogy be lehet lépni erőltetett menetbe, de nem léptem, és utána már nem enged, hogy visszalép. Ez a legrosszabb. Ám bár ezek itt annyira nem veszélyesek. Van egy csomó skin wolves, de ezeket könnyű lelőni. Na mindegy, irány vissza erre. Vagyis nem muszáj, mert itt képzek egy sereget. És ugye ez a sereg, plusz a városi őrség, simán legyőzi ezt a Zincs sereget. Na jó, legyen egy... körváltás, és valójában zárnám a videót. Igen, ugye megtámadott, és rajtaütés lett, ami igazából nem nagyon számít, mert ugye a seregem az olyan, hogy ha rajta is ütnek, nem igazán számít sokat. Na jó, ez mondjuk már a következő részben. Köszönöm megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!